Hitélet mai műsorában a Kárpátaljai Református Egyházhoz látogatunk, hiszen május 18-án méltatják a Magyar Református Egység napját. Erről az alkalomról beszél Héder János főjegyző, a Kárpátaljai Református Egyház püspök helyettese. Betérünk a Verbőci Református templomba, amelyet 30 éve kapott vissza a gyülekezet, és ahol nemzeti ereklyéket őriznek. Egy nagy álma valósult meg a reformátusoknak, amikor 10 évvel ezelőtt megtörtént az egyháztesteknek az egyesítése, és ez előre mutatott, mert utána megtörtént a törvény, amit elfogadott a magyar állam, amikor második állampolgárságot adott, tehát visszahonosította a magyarjait, és valóban lassan összeszedi az egész világban lévő magyarokat. A reformátusság éppen Krasznai Csaba, valamikori osztálytársam adta be a kérvényét az Egyesült Államokból, az az egyháztest is csatlakozik az összmagyar egyházhoz, és ez az összetartozás nagyon sokat jelentett a mi számunkra, hiszen kapukat nyitott meg, éreztük a 10 év alatt, hogy mennyi segítséget jelentett ez, mennyi lelki támaszt jelentett, mennyi imádságot. Együtt mehettünk az úton, és nagy öröm és nagy megtiszteltetés, hogy azt a lángot, amit évtizedek óta, évszázadok óta őrzött a református egyház, azt újra láttuk fellobbanni, és ez az összetartozás, ez egy csodálatos élménye a mi híveinknek, és mindnyájunkat megerősít még ebben a nehéz időben is, amiben a kárpátaljai magyarok megélik a mostani életüket. Harcolunk a jogfosztások ellen, és mi őrizzük valóban a nyelvet, a tudást, az ismeretet, a hitet, a reménységet, és tudjuk, hogy a hátunk mögött ott állnak testvéreink, nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében, sőt az egész világon. Úgyhogy ez egy nagy élmény, és most már úgy beszélhetünk erről, mint egy olyan eseményről, ami kiállta az idő próbáját, és most 10 éve, ugye, hogy ez megtörtént, együtt haladunk az úton, összeült pénteken a zsinat, és elfogadta az új törvényét, beszámolt arról, hogy mi történt eddig. Megemlékezett Bütösi János püspök úrról, aki valamikor egyébként munkácson is szolgált, és Amerikában élt sokáig, és valamikor egy professzorom volt, és ő volt az, aki valamikor a Magyarok Világszövetségét és a Reformátusok Világszövetségét előre mozdította, és ennek a következményeképpen jött létre a generális konvent, és az a látás, amit ő akkor látott, az megvalósult, és ugye egyesítette a nemzetet határokon túl, de a hitben, a nyelvben, az identitásban, a gondolkozásban, és szerintem ez messzire mutat, és ezt nem lehet legyőzni, ezt az összetartozást. Amikor együtt vagyunk, akkor erősek vagyunk. Támogatjuk egymást, tanácsoljuk egymást, és ezért jó együtt imádkozni, és talán megmutatni a mai kereszténységnek is, hogy a határok nem tudnak elválasztani, az akadályok nem tudnak elválasztani, és ahogy ennek a találkozónak a mottója az volt, hogy csatlakozunk hozzátok, mert látjuk, hogy veletek van az Isten. Valahol ebben benne van az is, hogy példát kell, hogy mutassunk mindenkinek, és csatlakozhatnak hozzánk azok, akiknek valóban szükségük van hitre, Istenre, hazára, nyelvre, szüksége van identitásra, és ezzel ezt a világot tudjuk gazdagítani, magyarságunkat tudjuk gazdagítani, és hiszem, hogy a körülöttünk élő embereket is. A Verbőci Református templom sok viszontagságot megélt a szovjet érában. A kommunisták bezárták,
30 éve kapta vissza, és példás rendbe is hozta a gyülekezet. Itt nemzeti elekéket, vagy ahogy a helyi lelkész nevezi, nemzeti kincseket is őriznek. Ez a templom, amiben most vagyunk, 1828-ban épült a hajója, és aztán majd 1844-ben épült hozzá a torony. 1961-ig ez a templom gyülekezetnek az életterének, istentiszteletek helyéként is funkcionált, és nagyon gyakran meg is töltötték, nem csak ünnepekkor a hívek, hanem vasárnaponként is megtöltötték. Aztán, ahogy a kommunizmus elkezdett tombolni, jött a gyülekezetnek egy nagyon szomorú időszaka, ugyanis 1961-ben kijött egy olyan szovjet rendelet, hogy ha 2 kilométeren belül ugyanazon vallási felekezetnek van temploma, akkor az egyiket be kell zárni. Mivel itt Vervőcön 1961-ben nem volt egy szomorú esemény miatt a gyülekezetnek helyben lakó lelkipásztora, ezért az akkori körülmények között a döntés úgy született meg, hogy mivel itt nincs helyben lakó lelkipásztor, ezért ezt a templomot kell bezárni. És 1961-től még vendég lelkipásztor sem szolgálhatott itt ebben a templomban. Összejártak a hívek énekelni vasárnaponként, és próbálták a templomot funkciónának megfelelően használni, de mégsem olyan, mert a református istentisztelet középpontjában az ige áll, az olvasott ige, a hirdetett ige, a testület ige az Úr Jézus Krisztus. Mivel nem volt lelkipásztor, ezért egyre nagyobb nyomást gyakorolta az akkori hatalom a mi gyülekezetünkre, és temetésre, esküvőre, keresztelésre, a szomszédos falvakba kellett átjárni a híveknek, és a külön másik lelkipásztorok, szomszéd lelkipásztorok szolgáltak be virasztó és temetés alkalmával, mert azt megengedte a hatóság, hogy a halottakat eltemessék református szertartás szerint, de a templom nem funkcionálhatott közösségi térként és templomként. Aztán 1983-tól beszegezték és bedeszkázták az altaját, és már énekelni sem jöhettek be a hívek. Ekkor elmentek a gyülekezet tagjai még Moszkvába is, de enyhülésre nem nagyon volt lehetőség és nem nagyon volt mód. Aztán eljött 1989, amikor Isten kegyelméből hatalmasságokat döntött le az Isten, és azt szokta mondani a Szentírásban, ami vigasztaló Istenünk, hogy hatalmasokat alázok meg, és az elnyomottakat megsegítem, és a gyülekezetünknek eljött a felüldülésnek az időszaka. Bejöhettek a templomba, de aminek nincs gazdája hosszú évtizedeken keresztül, az úgy is nézett ki. Össze voltak törve a padok, a padlózat katasztrofális állapotban volt, mindenfelé galambürülékek, aztán a gyülekezet ezt a sok törmeléket kihordta, 40 cm-en levágták a földet is kihordták, aztán új töltőanyagot hoztak be, lebetonozták a templomot, és Gönczi Árpád, akkori gondnok, asztalos mester, Istenhez való ragaszkodásából és a gyülekezet iránti szeretetéből 46 köbméter tölgyfát vásárolt, és ezeket a szép padokat ő készítette el. Hadd legyen hangsúlyos a gondnokunknak az Istenre figyelő cselekedete. Ő még abban az időben nevelkedett, amikor háborúdultak az otthonokban, és nyomorúságok voltak, és mindent megbecsültek. Amikor leesett egy kicsi darab a padoknak a végéből, akkor azt eltette, és parketta frészt csinált belőle, amiből a kolhozban, akkor még működött a parketta cég, parkettákat vágtak ki, és ezzel lett leburkolva a templom közlekedője. Aztán itt az urasztala, ezt egy másik kedves presbiter, akkori presbiter testvérünk készítette Komáromi Antal, a szomszéd asztalos mesterrel, és a többit pedig a gyülekezeti tagok ajándékozták, a csempét, amit a közösségben szintén adakozásból raktak le és burkolták le.
A nagyszülősi járási Verbőc arról híres, hogy itt született Verbőci István, a hármas könyv, az első magyar jogi gyűjtemény szerzője. A Magyar Fejlesztési Központ jóvoltából a református templomban őrzik a magyar alaptörvény és az 1514-ben megjelent hármas könyv díszkötetes példányát, valamint az országgyűlés egyik zászlaját. A református gyülekezet nemrég ünnepelte azt, hogy visszakapta a szovjetek által bezáratott templomát. Elsősorban ezeket mi ajándékként kaptuk, és hálások vagyunk az ajándékozóknak, de legfőképpen a mi mennyei atyánknak, a legnagyobb ajándékozónak vagyunk érte hálások. Nem titok és nem titkoljuk azt sem, hogy mi magyar reformátusok vagyunk, és itt nekünk az Isten tiszteletünknek a nyelve, a mi anyanyelvünk a magyar nyelv. És aki ebbe a templomba bejön, az demonstratíve látja, hogy itt mi magyarok vagyunk, hiszen itt van a zászló, amit a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségétől kaptunk ajándékba. Aztán itt van egy másik zászló, amit dr. Kövér László, a parlament házelnöke adományozott a gyülekezetünknek. Azt nem tudom kivontani, mert korábban a parlamenten lobogott, és díszdobozba van bekötve egy 4 méterszer 5 méteres zászló, és sajnos már nem tudjuk úgy visszatűrni, ahogy ez van, de örülünk annak, hogy ez itt van a templomunkban. Aztán van egy régebbi ajándékunk is, a hármas könyv, Verbőci Istvánnak a hármas könyve, ami a mostani magyar alaptörvénynek, Magyarország alaptörvényének az anyaga, vagy az alapja is lett, és hát természetesen van egy Magyarország alaptörvénye könyvünk is, amit a Magyar Fejlesztési Központ igazgatójától, Kis Antal miniszteri biztos úrtól kaptunk. Ezt az alaptörvényt Schmidt Pál köztársasági elnök úr látta el kézjegyével. Ezek nemzeti kincseink. A konfirmandusoknak szoktuk elmondani, meg a hittanosoknak, hogy érdemes tanulni, mert egy olyan ember írta ezt a hármas könyvet, aki itt Verbőcön született, és Magyarország nádora volt, és el lehet jutni akár még Budapestig is, akár még Kijevig is, hogyha az ember szorgalmasan tanul, mert abban az időben, hogyha Isten ide ilyen kiválóságokat teremtett, akkor ilyen kiválóságok vannak most is a mi gyülekezetünkben. Édesanyából csak egy van a világon, és amiből csak egy van, az vigyázom. Az élet útján az anyánkám, az irányom. Bárhol járok télen, nyáron, mások is ezt kívánom. Ha anyám bácsi lenne, a királyom. De anyukám a legszebb néni, a világon. A tiszteletes felesége a református fiatalokkal rendszeresen foglalkozik. Elmondása szerint a gyerekek vallásos nevelésére különös hangsúlyt fordítanak. Gyülekezetünkben többfajta alkalom is van, ugye vasárnaponként, amikor a felnőttek mennek istentiszteletre, akkor a gyerekeiket hozzák, és ők jönnek ide vasárnapi iskolába. Hétköznapokon pedig hittanórákat tartunk, első osztálytól 9 osztályig, tehát hitoktatásban részesülnek. Énekelünk, imádkozunk, történetet meghallgatjuk, és hát ugye az eszköz az a Biblia, és hát szemléltetőink vannak. És hát nagy feladat ez, mert mindig kihívás is már a mai hitoktatóknak, mert próbálni úgy megtartani az alkalmakat, hogy érdekes legyen a gyerekeknek. Úgyhogy ez minden egyes alkalomkor, ez egy kihívás, hogy hogyan közelítsen meg az Isten igéjét, szemléletesen, hogy a gyerekek értsék. Átvettük az Úr Jézusnak az utolsó heti útját, amikor ugye bevonul Jeruzsálembe, aztán csütörtök, nagy csütörtök, amikor együtt van a tanítványokkal, amikor az emlékvacsorát hagyja ránk,
az úrvacsorát, aztán ugye nagypéntek, aztán ugye feltámadás, az asszonyok a sírhoz, és ugye az angyal biztatása, hogy ne féljetek. És aztán, amikor az Úr Jézus találkozik az asszonyokkal. És végül is ezt átfogtuk, tehát megismételtük, mert nagyon fontos az, hogy ismételjünk, és olyan jó látni, hogy azért néha úgy mocorékolnak az órán, mintha nem figyelnének, de nagyon figyelnek, tényleg ügyesek. És ma az volt a történetünk, hogy Jézus találkozik a tanítványokkal a Tibériás tengernél. És hogy a cél ma az volt, hogy kövess engem. Tehát a verbőci gyülekezetben 150 gyerek az, akinek tartunk hitoktatást. Itt körülbelül olyan 100 gyerek van, akik hétről hétre eljönnek az imaterembe, és a Zoiban pedig szintén egy olyan 40 gyerek körülbelül, akinek hetente, vagy két hetente, ahogy sikerül elmenni hozzájuk. Tehát teljesen pici kortól, már 3 éves kortól a konfirmandus korosztályig. Tehát összefoglalóan 150-en vannak. Látjuk azt, hogy tényleg mi vagyunk a magvetők, de Isten az, aki a magáltal ugye termést hoz, és látjuk ezeket a személyeket a gyülekezetben, és már az a jó, hogy ugye már mi is itt vagyunk egy olyan 17 éve, és már most kezdjük látni azokat a magukat, amelyeket elvetettünk, mert már azok a fiatalok, akiket ugye konfirmáció oktatáson vettek részt, már azoknak gyerekeik vannak, és hozzák a gyerekeket ide a vasárnapi iskolába, ők pedig jönnek a templomba. Úgyhogy ez nagyon áldásos dolog, és ilyenkor nagyon nagy öröm tölti el a szívünket. Még ugye a gyerekek nem nagyon tudják megfogalmazni, hogy miért is jönnek, de látszik rajtuk, hogy vágynak, tényleg, hogy feltöltően mennek haza. Tehát a hitéletemre visszatekintve konfirmandus voltam, amikor megtértem a szaklihegyi táborba, és hát természetesen ige közelben nőttem fel, már édesanyámmal jártam templomba, mindig vitt magával, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjuk a szülőknek, hogy igenis vinni kell a gyereket. Még akkor is, hogyha talán nem érti, hogy miről van szó. Tehát ezek olyan dolgok, amik ilyen alap dolgok. És aztán a pályám az nem ide irányult, nem tanárként indultam el. Az egészségügyi szakiskolát végeztem el Beregszászba, és aztán ugye megismerkedtünk a párommal, összeházasodtunk, és aztán a pályaként már teljesen megváltozott, tehát nem tudtam végezni ezt a pályát, amit ugye elkezdtem és befejeztem, és láttam azt, hogy igen, erre szükség van, hogy itt a gyülekezetben gyerekekkel foglalkozzak, tehát ez egy elhívás. És még visszatérve mindig is óvónéni, tanárnéni szerettem volna lenni, csak valami miatt ez nem sikerült. És azért különösen Istennek hálát adok, hogy tényleg Isten útjai kifürkészhetetlenek, adott egy lelkész férjet, és mellette végezhetem azt a feladatot, amit Istentől kaptam. Tehát nagyon hálás vagyok érte, és szeretem végezni, szeretek a gyerekekkel lenni. Vannak néha viharok, de próbáljuk leküzdeni. Mert ugye a gyerekeknek is mikor milyen a hangulatuk, de hálás vagyok, hogy tényleg Istentől ezt kaptam. Mert én úgy gondolom, hogy bármilyen munkát végez az ember, hogyha nincs elhívása, nincs is áldás rajta. A verbőci református közösség tehát igyekszik megőrizni hitét és identitását. A falu ennek szellemében állított emlékművet Verbőci Istvánnak, valamint avatott emléktáblát a hármas könyv megírásának 500. évfordulóján. Úgy volt elkönyvelve, mint a cigány missziós központ, a cigány gyerekek táboroztatására, a cigány gyülekezetek, a cigány emberek összefogására együtt, de azóta kibővült ez a központunk, kibővült a szolgáltatás, és nagyon sokszor jönnek a Krisztől, mint a mai napon is. Krisztől jöttek egy szikra hétvégére, és bárkit ilyen egyházi rendezvényekre nagyon szívesen látunk.
Maga a központnak a neve is Agape Missziós Központ. Az Agape, tudjuk, az a szeretett vendégség, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, szeretettel adjuk át mindenkinek a helyet. Próbálunk bővíteni, próbáljuk a helyet egy kicsit, mert egy kicsit le volt hanyagolva, de próbáljuk rendbefeleszedni. Most is éppen az egyházkerület támogatásával, a püspök úr támogatásával, 3 zuhanyzóval bővítjük a központunkat. Aztán szeretném majd a kinti nyári teraszt egy kicsit betéliesíteni, hogy télen is tudjunk fogadni bármilyen csoportot. Bármilyen egyházi rendezvényeket szívesen várunk, szeretettel várunk ebbe a központba. A 20-as években a csehek építették, ez egy katonai laktanya volt, lent egy nagy pincehelyiség is van, egy óvóhelynek volt az kibővítve, úgyhogy nem annak volt építve, de próbáljuk átalakítani. Nagyon sok segítséget nyújt a Csonkapapi gyülekezet is, a lelkész is, bármit kérünk tőlük, nagy segítséggel jönnek felénk, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk az egyházkerületnek, a Csonkapapi gyülekezetnek, és magának a közösségnek, aki tényleg szívvel, lélekkel itt van, a gondnok úr is, akár a szakásnők, hogy tényleg szívvel, lélekkel csináljuk, és azért meglátszik, hogyha körülnézünk a területen, meglátszik az, hogy van mit bővíteni, van mit szépíteni, de mindig egy lakáson, egy helyen, mindig van mit szépíteni, mindig van mit újítani, és mi szeretnénk, hogy tényleg ez egy lelki központ legyen, egy ébredési központ, egy olyan központ, ahova boldogan jönnek, ahova az Isten közelébe jönnek, és itt találkoznak az Úr Jézussal. Idén most júniusban lesz 4 hetünk a cigány gyerekek táboroztatása, ez a teljes június lefedettség, aztán jönnek majd a csongori gyülekezettől, lesz rászoruló gyerekeknek a tábora, akkor jön holland csapat, most fogjuk fogadni jövő héten, jövő hétvégén éppen a Csonkapapi gyülekezetnek a testvérgyülekezete jön Debrecenből, őket fogjuk vendégül látni. Akkor van egy ilyen cigány gyerekeknek, ilyen foci csapatot rendeznek, és akkor ők jönnek egy heti ilyen sportrendezvényre ide a központunkba, úgyhogy próbálunk. Hát most eléggé zsúfoltak vagyunk, még van egy néhány hetünk, úgyhogy ez nem a reklám helye, de azért szeretettel várunk mindenkit. A protestáns vallás a mai Kárpátalja területén már a 16. század első felében teret hódított. Sok települést ért át a református hitre. Tisza Salamon is ezek közé tartozik. Egy korabeli feljegyzésben azt olvashatjuk, hogy már 1618 előtt fa templommal rendelkezik. A gyülekezet 1883-ban egy kőtemplomot emel, amelyet gyorsan ki is nő. 1901-ben teszik le a mai templom alapkövét. A hívek buzgóságát és adakozó kedvét jelzi az, hogy 2 év elteltével felavatják. A szószék és a templomi székek vörös fenyőből készültek díszes kivitelben kassán. A templom szentelésre az úrasztalát a budapesti Grendai Szobrász cég készítette, a gyülekezet megrendelésére fehér karrai márványból. A templomot az 1944-ben bevonuló szovjet hadsereg katonái fel akarták robbantani, de a helyiek ezt megakadályozták. Elrejtették azt a templomban kifüggesztett magyar zászlót, amelyet 1938-ban Kárpátalja Magyarországhoz történő visszacsatolásakor Vitéz Béres István ajándékozott a gyülekezetnek. Csak a rendszerváltozás után került elő, tavaly restauráltatták magyarországi és helyi adakozásból. Augusztus 20-án visszakerült eredeti helyére, a bejárattal szemközti karzatra. Ekkor avatták fel a templom kertjében a II. Világháborúban elesett magyar katonák emlékművét is. A templom előtt kapott helyet a Málenki robot és a sztálini lágerek Tisza Salamoni áldozatai tiszteletére állított emlékmű. Itt található az a Szent István szobor is, amelyet a Nógrád megyei rétságról Hegedűs Ferenc adományozott a közösségnek. A felújított templom az ápolt templomkert, és a benne helyet foglaló emlékművek azt jelzik, hogy a Tisza Salamoniak büszkék történelmükre, vallásukra, nemzeti hovatartozásukra.